Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Folytatjuk a tanulást a Zohárból a Kabbalah zsidó misztika alapkönyvében. Első kötet, Lech Lecha heti szakasz vége felé, Tzadik Beit Amud Alef 92 per A oldalon. Múlt héten adhatjuk abba, hogy szó volt arról, hogy nappal és este éjszaka, nappal világosság van, ezt szimbolizálja, ezt arra mutatod, hogy erős isteni fény van ez a világosság, éjjel pedig sötétség van, azt jelenti, hogy az isteni fény el van rejtve, és a rossz erők, a sátani erők uralkodnak. Ez az éjszaka első részében, és múlt héten arról is beszéltünk, az éjszaka első részében ezért nincs, nem olvasunk zsoltárakat, stb. Folytatja a Zohár most. Palgut Laila, ahogy éjfél lesz, amikor a kakas, a csirkék már felébrednek, akkor megváltozik a helyzet, ugyakkor olyan isteni erő van, ugye, mert az éjszak első részében akkor van a gvúra, a szigor. De utána van az a gvúra utáni szint, hogy egy olyan isteni fény van, ami mamtik a gvúrot. Szó szerint ami édese teszi a szigort, vagyis megváltoztatja a szigort, és akkor már, akkor a szigor nem veszélyes, mert a szigor, a gvúra megváltozott. És akkor van az, amikor az örökkévaló idézőjelbe felébred, elindul, hogy a cadikak a Gan Edenben töltsen időt, élvezen egy kis időt velük. Abban az időben, ami azt jelenti éjféltől, nagyon különleges az, aki fel kell, hogy Tórát tanuljon. Azért az, aki éjfél fel kell, ahogy éjféltől Tórát tanuljon, az egy nagyon-nagyon különleges osztályrész, amit az ember megszerez magának. Mert az örökkévaló és a cadikak a Gan Edenben, az Édenkertben hallgatják és figyelik, ahogy ő tanul. Ahogy írva van, éneke 8 per 13. Ha Yoshevet Baganim, azt jelenti, itt arról van szó, hogy ugye az Izrael fia, amik a számüzetésbe mennek, de amikor beülnek a tanházban és Tórát tanulnak, akkor Haverim Maksivim Lekolech, akkor Haverim, ez azt jelenti, az angyalak figyelik, ahogy a zsidó tanul, Hasmiini, és ennek következtetében ők is elmondják az Istennek a dicséretet. Szóval az angyalok figyelik, a Gan Edenben a cádikak figyelik, ahogy az ember tanul, és ez egy nagyon-nagyon különleges dolog, éjféltől tanulni. És nem csak az, hanem mi ennek a jutalma, hogy az örökkévaló egy szál kedvesség, jó szívűséget ad neki azért, hogy legyen őrizve ebben a fizikai világban, mert a felsők és az alsók, azt jelenti a felső, a spirituális, magas spirituális rész és alsó spirituális rész ebben a világban mind ott védik őt, és erről van szó, ami írva van Zsoltárak 42 per 9, Jomam Yetzave Hashem Chasdo,
nappal az örökkévaló megparancsolja az ő kedvességet, ubalailo siro imi, és éjszaka pedig az ő dalolása, az ő dicsérete velem. Most mit jelent ez? Nappal, amikor az egyszerű jelentése ennek a versnek, a zsoltáros versnek, az az a nappal, amikor így minden rendben van, az örökkévaló elkül megparancsolja nekem a kedvességet, éjszaka, amikor bajban, akkor pedig velünk van. A Zohar ezt másképpen mondja. A Zohar azt mondja, miért van az, hogy nappal az ember megérdemli, hogy az isteni kedvesség legyen rajta, hogy az Isten őt kedvesé teszi más emberekkel szemben, azért, mert éjszaka velem volt. Vagyis, ha mivel az ember Tórát tanul éjszakákor, éjféltől reggelig, ennek következtetében van az, hogy nappal kedvesség van rajta, ez az, ami jön ki belőle. Egyébként ez egy talmudi mondás, ez egy talmudi mondás is. Érdekes dolog, talán valamikor már említettem ezt, két elképzelés volt, és van, nem csak volt, mai napig is van, a jesivai tanulás, és általában a tanuláskor, a tanulásról. Az egyik elképzelés azt mondja, hogy az ember tanuljon késő estig, és aztán feküdjen le, fel kell normál időben, imádkozik, és akkor kezdődik a nap. Másik elképzelés az, hogy az ember korán menjen aludni, és keljen korában. A Zohar szerint már éjfélkor kelljen az ember, mert szerint jóval korábban megy aludni, és éjfélkor kell, és mert nagyon különleges dolog Tórát tanulni éjféltől kezdve. Általában Magyarországon hangsúlyt tettek a fartogzra. Fartog azt jelenti korán reggel, mielőtt nappal van. A litvis helyeken, a litvis jesivákban késő este tanultak inkább. A Zoharból az jön ki, hogy nagyon különleges dolog. Nem tanulni késő estig, hanem akar aludni, és inkább nagyon-nagyon korán reggel, már éjféltől jobb az ember tanuljon. A Dédnagyomnak a testvére Grünwald Mózes Huszti, rabbi, aki meghalt 1910-ben, neki az Örös Panzum könyvében az első fejezet, az első Örös Panzum pont erről szól, mi a jobb későn tanulni, vagy korán kelni, és mégis inkább abban az irányba hajlik, hogy korán kelni. Volt, amikor én is inkább korán keltem, mint későn tanultam. Utóbbi években nekem sokkal-sokkal könnyebb az későn tanulni és normál időben kelni. Folytatjuk az Zohart. Azt mondja Rabbi Hiszkia. Mindenki, aki abban az időben, vagyis éjféltől Tórát tanul, biztos, hogy állandó része lesz a túlvilági üdvösségben. Miért? Miért annyira biztos, hogy lesz neki nagy jutalma a Gan Edenben? Ezt kérdezte Rabbi Yossé. Miért? Erre azt válaszol neki, hogy Hiszkia, így tanultunk. Mindig éjfélkor az örökkévaló elindul a Gan Edenben, és abban az időben egy nagyon különleges isteni fény jön le, és aki Tórát tanul, ő ebben részesül.
Ezen kívül, hogy mondtunk előbb, hogy ha valaki abban az időben tanul, akkor nem csak ő tanul, hanem az összes csádik a Gan Edenben figyeli az ő tanulását, akkor is ezért érdemli meg, hogy ilyen nagy, különleges jutalom jár neki. Folytatja az Zohar. Miért olyan különleges az éjfél? Miért olyan különleges az éjfél? Erre azt mondja a Zohar. Rabbi Abba Tiberiásból jött, és ment Bétronjába, mert ott lakott a apósa. Ki ez a Rabbi Abba? Aki Talmudot tanult, akkor tudja, hogy nagyon sokszor vannak olyan viták a Talmudban, ahol a két partner, a két vitás fél, az Ráv és Smuel. Nagyon sokszor Ráv így mondja, Smuel itt mondja, Ráv idősebb volt, Smuel fiatalabb volt, és ők sokat vitatkoztak. Ráv az csak annyit jelent, mint rabbi. Ráv annyit jelent, mint rabbi. A kérdés, hogy mi volt a valódi neve, erre tudunk a Talmudból, a neve volt Rabbi Abba. Erre egyes vélemények mondanak, hogy Rabbi Abba, aki itt van megemlítve a Zoharban, ez a híres talmudista, a Ráv. De mások azt mondják, hogy ez nem jön össze, mert Rabbi Abba itt egy tanítvány, nagyon kedves tanítványa volt Rabbi Shimon bar Yochai-nak, és ez nem jön össze Rávnak. Rabbi Abba Izraelbe élt, és ott van már eltemetve. Ráv, a talmudi Ráv, Rabbi Abba, az pedig Babilóniában van eltemetve, szóval ez nem ugyanaz. Jó, mindenképpen az biztos, hogy Rabbi Abba itt a Zoharból ez egy nagyon különleges tanítványa volt Rabbi Shimon ben Yochai-nak, Izraelbe élt, és hogy most olvasunk, hogy Tiberiásból ment Bétronjába, mert ott élt az apósa. Vele együtt járt Rabbi Jákob, aki a fia volt. Ők valahol eljutottak Kfar Társában, Társa faluban, és ott megálltak, hogy ott fognak megszállni. Amikor akartak már lefeküdni, azt mondta Rabbi Abba a nagy tulajdonosnak, mond, csirked van, kakasod van. Erre azt mondta neki a tulajdonos, nagyon furcsálta ezt a kérdést, azt mondta, amáj, miért? Nem nézett Rabbi Abbát valami üzletembernek, akinek most csirket akar vásárolni, vagy valami, ő itt szállodában jött, megszállt. Miért fontos neki, hogy legyen neki csirkeje? Erre azt mondja neki Rabbi Abba azért, mert én mindig éjfélkor kellek, pontosan éjfélkor kellek, és ehhez szükségem van, hogy a csirke ébresztese engem. Ezért keresi a csirkét. Erre azt mondja a tulajdonos Rabbi Abbának, nem, ebben a házban nincs szükség ébresztőre, hogy nincs szükség a csirkére, hogy ő jelezzen, mikor van éjfélkor, mert itt egy nagyon egyszerű jel, egy olyan egyszerű rendszer van nálunk a házban. Most ha jól értem, amit fogja mondani, azt mondja, nekem az ágyam mellett van egy mérlegem. A mérleg egyik oldalára teszek egy valami teli vízzel, de van benne egy kis lyuk, és egész
egész idő alatt csöpög a víz belőle, de nem sok, nagyon kevés, de folyamatosan még egy csepp és még egy csepp. Pont éjfél, úgy van ez kitalálva, hogy pont éjfélig tartson ez az egész, amikor már az egész víz kiment belőle, üres maradt, és mivel üres maradt, akkor a másik oldal nagy hanggal szóval átbillen a mérleg, és ez nagy zajjal, és akkor mindenki tudja, hogy éjfél van. És volt itt és volt velünk egy öreg ember, aki ilyenkor mindig kelt éjfélkor, és tórát tanulni. És ezért hozta, ő az, aki ezt a rendszert létrehozta, hogy tudjon pontosan ébredni éjfélkor. Erre azt mondja Rabbi Abba, hála a teremtőnek, vagy szó szerint hála az irgalmasnak, aki engem ide küldett. Olyan különleges helyre érkeztem, szóval hihetetlen. A Zohar kommentátori azt mondanak, hogy ez az egész bonyolult rendszer, ami volt az ébresztő órájuk, az nem olyan egyszerű, hanem minden egyes elem valami misztikus szintet szimbolizál. Szóval ő akart lefeküdni, ébresztést kért, ő azt hitte, hogy az ébresztés lesz a csirke, a kakas, de azt mondták neki, nem, ebben a házban nem a csirke az ébresztő, nem is a feltétlenül az ember az ébresztő, hanem van ez a mérleg, és nagy zajt követ. Ja, nagyon örült ennek Rabbi Abba. Pont éjfélkor tényleg bekövetkezett ez a nagy zaj, és Rabbi Abba és Rabbi Jákov, a Rabbi Abbanak a fia, felkeltek, és hallottak, hogy a tulajdonos ott ül a lakása szélén, két fia volt vele, és a következő verset idézi, a 119. Zsoltár per 62. Ez épp abból a részből, a Zsoltárból, ami tegnap olvastunk a reggeli ima után. Az van írva, ha cot lájla akum, éjfélkor kelek, lehodot lechá, hálat adni neked, al mispeteicit kecha, az igazságos törvényeidért. Ez egy zsoltáros fejezet, önvers. Kérdezi a Talmud, miért mondja az, hacot lájlo akum, éjfél kellek. Nem éjfélkor, éjfél kellek. Miért nem mondja az, bachacot a lájla. Amikor bekövetkezik az éjjel, akkor én is kellek. Szóval, miért hiányzik a mondatban, nem az van írva, kikérdezi, nem. Azt hallotta, hogy a tulajdonos ezt a verset magyarázza. Mit jelent, mikor ő azt mondja, éjfél kellek. Miért? Ő éjféllel beszél, hát ő nem beszél éjféllel, hanem éjfélkor kell tórát tanulni. Akkor miért nincs ez írva?
Miért van írva a Tórában éjfél, és nem éjfélkor? Mintha éjfélhez szól. Chatzot a lájla. Éjfélhez szól. Mert az lett volna, ha az lett volna írva bachatzot a lájla, az éjfélkor. Miből hiányzik a bachatzot? Ez azt jelenti, éjfél kellek. Ki az az éjfél? Egy ember, egy állat, egy angyal. Mit jelent ez? Folytatja a ház tulajdonos és magyarázni a fiainak. A Dávid király éjfélhez szólt. Mert az Istennek az egyik megszólítása az éjfél. Az Istennek az egyik megszólítása az chatzot lájla. Miért? Mondja Zor, és miért? Az Isten az az éjfél? Miért nevezünk az Istent éjfélnak? Erre azt mondja a válaszban, hogy Istennek mondja. Kérdés, hogy most ő az Isten? Igen. Miért nevezünk az Istent éjfélnek? Mert az örökkévaló és az ő angyalai, azok mind, az örökkévaló megjelenik, és ez az idő, amikor az örökkévaló bemegy a Gan Édenben, a cádikakkal időt tölteni, ami azt jelenti, mivel az örökkévaló mindig éjfélkor megjelenik, ezért örökkévalót már lehet becézni az éjfél szóval. Az éjfélnak a titulusát az örökkévalóra jár, mert az örökkévaló nagyon aktív éjfélkor akar jön el a tanházban megtanítani. Erre, mert mindig megy éjfélkor a cádikakkal időt tölteni a Gan Édenben. Azt mondja Rabbi Abba a fiának, Rabbi Jákobnak. Hát, ez egy nagyon különleges idő, éjfélkor keltünk, no, csatlakozzunk a tulajdonoshoz. Erre, mert közel mentek hozzá, leültek vele, és azt mondja Rabbi Ába és Rabbi Jákob, az úgy van írva a Héberben, ők azt mondták, azt mondja Rabbi Ába és a fia azt mondtak a tulajdonos, szeretnénk valamit hallani a szádból, mert te általában jókat mondasz. Mondjál valamit. Kérdés? Ki mondta neked ezt a magyarázatot? Éjfél, azt jelenti, hogy ő megszólította az éjfélt, az pedig az Isten. Erre azt mondja a ház tulajdonosa, ó, te azt kérdezel, honnan tudom? Azt én tudom a nagyapámtól. Azt is mondta a nagyapám, hogy az éjszaka első 3 órában akkor minden dín, minden szigor az előjön. És járnak a világon, vagyis egyre erősebb vannak, de éjfélkor, pontosan éjfélkor az örökkévaló felébreszti. Pontosan éjfélkor az örökkévaló felébred, elindul a Gan Édenben, és mivel az örökkévaló megjelenik, akkor a dínim, a szigor, azok eltűnnek. És minden felső vezetés az az isteni cheszedből, jó szívűség, felelősségvállalásból ered. Az ember, amikor felkel, akkor, amikor, várj,
Igen, éjfélig, első 3 óra egyre erősebb vannak a sátani erők, a chiconim, ez éjfélig tart, éjfélkor pedig Zörik való felébred, elhagyja őket, és akkor sokkal magasabb szintre mennek. De azt kell tudni, hogy ez pont éjfélkor van. Ez pont éjfélkor van. Ami azt jelenti, igaz, hogy éjféltől reggelig, az egy nagyon különleges idő, elmúlik a szigorú szigor, de a egész éjjelt nézve mi a legfontosabb idő? Az a pillanat, amikor éjfél van. Akkor a legjobb pillanat. Honnan lehet ezt levezetni, hogy éjfélkor akkor az a legjobb idő? Erre azt mondja Zohar, Ábrahámtól lehet ezt megtanulni, mert az van írva Ábrahámról, Bréisit, 1 Mózes 14 per 15, nem? Igen, 14 per 15, amikor Ábrahám üldözi a királyokat, akik fogságba étették a unokaöcsét, a Lottot, erre az van írva, Vajja Halek Alejem Lailam. Mikor pont ketté vált az éjszaka, azt jelenti éjfélkor, akkor volt az, hogy az örökkévaló megadta a győzelemnek a lehetőséget Ábrahámnak. Ugyanígy van írva Egyiptomban is, Vajhi Bahatzia Laila. Hogy volt éjfélkor, és az örökkévaló minden elsőszületett megbüntette, ahogy pont éjfélkor. Akkor volt az első születek halálára. Azt látod, hogy éjfél ez egy nagyon különleges pillanat. Sok helyen van az, pont éjfélkor vannak olyanok, akik sok helyen, akik éjfélkor leülnek tanulni, és akkor tényleg egy kedvesség van rajtuk egész nap. Na, ha már említettünk ezt a verset, pályán, Dávidnál az van írva, Chatzot Laila Akum Hodot Lecha, hogy Dávid azt mondja, Chatzot Laila Akum Hodot Lecha, ezt említettünk ide, előtte is, hogy éjfélkor kellek neked hálát adni. Erre mondja a tulajdonos, Dávid pontosan tudta, hogy mi a különleges abban az időben, és a válasz az, hogy akkor az isteni cheszed, az isteni jó szívűség megjelenik. Kérdezi a ház tulajdonosa is, mit segít ez? Mit segít ez Dávidnak? Erre azt mondja az öreg, mert Dávid király tudta, hogy az ő királyság kapcsolódik az éjfélhez. És ezért pont azt jelenti, lényegében a tudta, milyen különleges idő ez az éjfél, és ezért igyekezett akar kelni, hogy akar tudjon Tórát tanulni. Igazság az, mondja az Zohar tovább, mivel Dávid tudta, hogy minden jó, amit ő... Elnézést. Minden jó, amit történik vele, az függ az éjféltől. Ezért Dávid akar szokat kelni, és mondani dicséretet az Istennek, és ezzel teljesen édesítette a szigort, és minden rendbe jött. És ezért
nevezi Dávid az Istent éjfélnek, hacot lájlának, mert akkor megjelenik az Isten. De van még egy vers. Az van írva a Tórában, pályán, Lachén amár akum lohodot lecha. Ebben a versben, hacot lájla, éjfélkor, akum kellek lohodot lecha, hálát adni, hálát adni neked. Szóval Dávid tudtad, milyen különleges idő ez az éjfél, és ekkor ő igyekezett mindig ott jelen lenni. Azt jelenti, éjféltől reggelig tanul. Az igazság az, a zar itt nem említi azt, de pont éjfélkor azt szoktak, azt írja a Kabbala, az Arizal, a Luria Rabbi Cvátból, azt mondja, pont éjfélkor akkor kell gyászolni a szentét. A Jeruzsálemi szentének a lerombolása. Ez éjfélkor kell, akkor, mint az Isten is akar gyászol, a nagyon különleges dolog is. Utána, amikor az ember, egyébként az ember leül a földre, a mezőzával szemben, azt hiszem az ajtóban, mindenképpen a földön, és megsíratja a szentét, de erre van egy szöveg. Utána nem megy vissza aludni, hanem utána tanul reggel is. Ez a tanulás nagyon különleges. Mondom, csodálkozom, hogy a Zohar itt nem említi a Tikkun Hacotot. A Hacot az éjféli ima. Folytatjuk. Mondja az Zohar tovább. És Reb Abba hozzátette. Nézd csak, hogy Malchut, az isteni királyság, ami egyébként az isteni szigorhoz kapcsolódik, az éjszaka van. És ezt már Reb Simon is mondja. Erre a gyerek, ugye, most lényegében itt a ház tulajdonosa úgy tűnik, egy nagyon különleges ember volt. Tanítja a fiát, és Rabbi Abba és a másik tanítványit figyelek. Kérdezi a gyerek, te úgy magyaráztál, hogy Hacot Laila szinte ez egy nagyon különleges idő, és Hacot Laila szinte, mint az Istennek szól, mert az Isten mindig éjfélkor jelen van. Kérdezi, ha össze akarsz hasonlítani az én, vagyis az isteni ha a gyerek kérdezi az apját. Ha azt akarsz mondani, hogy az éjszaka az a Dávid királynak az ideje, akkor miért van írva Hacot Laila? Miért nem írsz csak Lailát? Nem értem pontosan a kérdést. Jó, a lényeg, nem értem pontosan a kérdés, miért van írva Hacot Laila, pedig az lehet van írva, hogy Laila, akkor lehet elvinni. Laila, az egy különleges idő. Erre folytatja, erre azt mondta Reb Apa, hát pedig a te apád nevedben azt mondanak, hogy az éjjel
nak az első része valami ébredés van akkor. Az egy kicsit bonyolult itt. Itt meg kell állnom, mert a következő rész az valahogy nem teljesen állt össze nekem. Akkor ezt folytatjuk tovább. Folytatjuk majd jövő héten itt a Zohar. Nagyon fontos megemlíteni az Ómer számlálást, ami ezekben a napokban folyik. Minden nap van egy másik szférája, minden nap van egy másik feladat, amit teljesíteni kell. Erről ez a mélyebb jelentése, vagy a kiegészítő jelentése a Ómer számlálásnak. Jó, holnap és holnap után folytatjuk mindent rendesen. Ahogy eddig már elmúltak az ünnepek, akkor nincs semmi akadály, folyamatosan menjen ingyen. Köszönöm szépen, és mondom, itt muszáj megállnom, mert ezt még egyszer át kell vennem, ezt az utolsó részt a gyerekkel. De a gyerek mit akart mondani, hogy kapcsolódik ez? Jó, akkor köszönöm a figyelmet, és jó éjszakát kívánok mindenkinek. Holnap majd folytatjuk haszid történeteket, szerdán kérdezd a rabit, csütörtökön a kabbalisztikus gondolat eheti szakaszból. Viszontlátásra!